Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. Október 7-e van péntek, és Amália napja, őket köszöntjük, és a születésnaposokat. Lássuk, hogy mi mindennel készültünk mára. Paks 2-re nem vonatkoznak az új uniós szankciók, és újra 4 blokkkal működik a paksi atomerőmű. Mindeközben az orosz állam tulajdonába került az ukrán zaporizsiai atomerőmű. Mit jelent mindez, és egyáltalán most a friss hír, hogy miszerint úgy tűnik, hogy az északi áramlatnál merénylet volt. Ez mit akarhat? Átbeszéljük nem sokára a Szódi Attilával, a paksi atomerőmű bővítésének volt kormánybiztosával, aki már itt van a vonalban. Aztán értékelhetetlennek nevezte az ombudsmani beszámolót Gurmai Zita, aki elmondja majd, hogy miért látja így. És ma hajnalban én már láttam őket, úgyhogy tényleg járnak a kukásautók Budapesten, és ennek valószínűleg nem csak a 2 éves kisfiam örül. Tegnap este megegyezett a főváros a szemétszállításról. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője lesz a vendégünk a témában. 4,5% nyugdíjemelést hirdetett a kormány, átbeszéljük majd egy nyugdíjszakértővel, hogy szerinte mennyit kellett volna, és mire elég ez. És élőlánccal próbáltak megakadályozni tegnap aktivisták egy kilakoltatást, nem sikerült, sőt, Tordai Bence képviselő ujja el is tört a rendőrökkel való dulakodás közben. A konkrét esetről is beszélgetünk majd Jánbor Andrással, aki szintén ott volt egyébként, de megkérdezem majd azt is, hogy mi van akkor, hogyha tényleg, hogy úgy mondjam, élhetetlen egy lakó, mert állítólag az volt, a lépcsőházban tartott a szemetet, és nem engedte be a szerelőket, ezért a szomszédban azóta is csatorna elzáródási gondok vannak, de átbeszéljük majd azt is vele, hogy általánosan mi a helyzet, hiszen sokan valóban nem tudják fizetni a megemelkedett rezsiszámlát. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Vlagyimir Putyin elrendelte a zaporizsiai atomerőmű orosz tulajdonba vételét még szerdán. A létesítmény új üzemeltető cégének vezetője közölte, hogy az erőmű valamennyi alkalmazottját átveszik. Eddigi fizetésüket és szociális juttatásaikat megtarthatják, felmérik a létesítmény állapotát és helyreállítják a sérült infrastruktúrát. Mindeközben Magyarországon rendben lezajlott a paksi atomerőmű egyes blokkjának éves nagy karbantartása. Az erőmű minden blokk zavartalanul üzemel. Az aktuális ukrán és hazai nukleáris híreket a Szódi Attilával, energetikai mérnökkel beszéljük át. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor induljunk talán külföldről, hiszen az is ugye viszonylag friss hír, hogy az oroszok gyakorlatilag magukévá tették ezt az ukrán atomerőművet. Hogyha klasszikus szeretnék idézni, akkor valószínűleg úgy kérdeznék, hogy és ezt hogy? Fogalmam sincs. Tehát ez azt hiszem, hogy az évnek a nagy kérdése. Hihetetlen figyelni, ami történik. Nem volt még ilyen soha a világon, és hogy ezt hogyan fogják jogilag, meg energetikailag, meg nukleáris engedélyezési szempontból kezelni. Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Én ugye, amikor ez az egész konfliktus kezdődött, akkor leírtam azt egy helyen, hogy nem tudom, hogy mi volt a mesterterv. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi is a mesterterv. Én attól tartok, hogy itt a Rosatom és az erőmű körüli személyzet belekeveredett egy sokkal nagyobb ívű politikai, külpolitikai, biztonságpolitikai csatározásba a háborún keresztül, és hát attól tartok, hogy a szakemberek csak mennek az események után, és próbálják az állami vezetőknek a döntéseit végrehajtani. De hogy ezt a kialakított nemzetközi keretrendszerben kulturáltan végig lehet-e vinni, az szerintem egy óriási nagy kérdés. Nem tudok erre válaszolni, hogy hogyan fogják tudni menedzselni. Ugyan rettentően aggályos az egész ügy. Tehát lábon ellopni egy atomerőművet, erre még nem volt példa. És hát itt valami ilyesmiről van szó. És nyilvánvalóan rettentően hosszan fogják ezt az egész helyzetet vitatni. Hiszen elcsatolták ezt a területet. Elvileg, bár azt is látjuk a hírekben, hogy nem teljesen világos, hogy hol van az elcsatolt területek határa, ennek a jogalapját nyilvánvalóan Ukrajna vitatni fogja, a nemzetközi közösség nem fogja elfogadni, tehát egy rettentően furcsa helyzet alakult ki.
Hát nem csak furcsa, hát igen, vagy hát szürreális számunkra. Szürreális, nyilván eleve szürreális egy háborúban szinte minden, mint ahogy ugye arról már sokszor beszéltünk még önnel is, hogy hiába vannak szabályok, nincsenek szabályok, mint ahogy látjuk, hogy egyik napról a másikra, akkor ez innentől kezdve nem ukrán, hanem orosz, tehát tényleg érthetetlen. Hogyha megpróbálnám itthonról nézni, ez olyan, mint hogyha holnaptól a paksi atomerőmű az nem a magyar állam tulajdona lenne, hanem nem mondok országot, bárki másé, de ha jól értem, akkor a személyzet például marad, tehát hogy ők nem tehetnek semmit ez ellen, vagy tehát mit tehet ilyenkor egy személyzet? Hát most azt tudjuk, ugye nyilván itt vannak szakmai információk, hiszen a nukleáris közösség együttműködik, rengeteg olyan projekt van, amin keresztül ismerünk szakembereket mind Oroszországban, mind Ukrajnában. Szóval ezeken a szakmai csatornákon azt lehet hallani, hogy Energodárból, abból a arról a településről, ami az erőmű közvetlen közelében van, és ami az üzemeltetőknek az otthona, onnan nagyon sokan elmenekültek már, egyszerűen a háború miatt. Ugye a frontvonal pont itt a Dnyeper partján húzódik most már nagyon régóta, szóval rengetegen elmenekültek, egyszerűen családostól elmentek, vannak még az erőműben, nyilván vannak emberek, akik nehezen tudják otthagyni az egzisztenciájukat, a házukat, a lakásukat, a vagyontárgyaikat. Ugyanakkor azt is látni kell itt, hogy egy rettentően bizonytalan helyzet épül most még fel erre a bizonytalanságra. Ugye jön a tél, és ebben a pillanatban nem működik az erőmű, tehát Energodár, ez a több tízezer fős település, ez ebben a pillanatban nem kap fűtést. Tehát, hogyha nem tudják az energiaellátást helyreállítani, akkor a település kvázi megfagyhat. Ez nyilván lehetetlenné teszi azt, hogy ott emberek tartósan lakjanak, tehát még az is lehet, hogy további emberek fognak elmenekülni. Lehet, hogy önmagában a politikai bizonytalanság miatt még elmennek az üzemeltetők közül, és hát nukleáris biztonsági engedélyezés szempontból is rettentően pikáns ez a helyzet, hiszen arra nemzetközi előírások vannak, a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség is folyamatosan megkérdezi azt, hogy az üzemeltetés feltételei rendelkezésre állnak-e. Ezzel, ami most történt, amit én nagyon régóta mondok, hogy rettentően bizonytalan helyzet van üzemeltetési szempontból, ez a bizonytalanság tovább növekszik, hiszen ebben a pillanatban még, vagy hát mondjuk akkor úgy, hogy kedd estig egészen biztosan a létesítmény ukrán nukleáris biztonsági ellenőrzés alatt állt, és ukrán nukleáris biztonsági hatóság által kiadott engedély szerint működött. Ha most nyilván az ukránok nem fogják elismerni, hogy Oroszország elcsatolta ezt a területet és az erőművet, de hogyha ezt mondjuk elfogadnánk, mint premisszát, akkor ebből az következne, hogy az orosz hatóságnak át kéne vennie az ellenőrzést. Erre vonatkozóan az orosz elnöki rendelet azt mondja, amit szerdán kiadott, hogy 2028-ig az erőműre, illetve a személyzetre kiadott engedélyek, tehát az ukrán engedélyek érvényesek. Ugye ez megint egy teljesen abszurd helyzet, hogy akkor Oroszország most 2028-ig elfogadja azokat az engedélyeket, amiket Ukrajna korábban kiadott, akár a létesítményre, akár az üzemeltető személyzetre vonatkozóan, de az bizonyos, hogy ennek következtében az üzemeltetők egy ilyen vákumba kerültek, egy bizonytalan helyzetbe kerültek, hiszen jó, van ez a rendelet, de miért kellene Ukrajnában a nemzetközi közösség által ukrán területen egy létesítményben elfogadni bármiféle orosz engedélyt, hiszen Oroszországnak ebben a pillanatban a nemzetközi jog szerint ezen a területen, ebben az erőműben nincsen joghatósága. Úgyhogy hát csak azt tudom ismételni, amit mondtam, hogy egy rettentően bizonytalan helyzet van, ami ellen biztosan a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség is fel fog szólalni, hiszen ez alapelveket sért önmagában maga ez a bizonytalanság. Kell egyébként egy atomerőmű működéséhez nemzetközi engedély? Nem. A nukleáris biztonság az nemzeti hatáskör. Ez le van rögzítve az alapdokumentumokban, hogy minden ország a saját engedélyezési rendszerében engedélyez, csak hát itt most ehhez a létesítmény két ország között, két cég között a pad alá került vagy kerülhet. Izgalmas kérdés. Ugorjunk egyet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön, amikor meghallottam múlt héten a hírt, hogy az északi áramlat gázvezetéke megsérült, akkor mi volt az első gondolata? Az, hogy Európát megtámadták.
Ez egy európai energetikai infrastruktúra, egy nagyon fontos alapinfrastruktúra, és ezt az infrastruktúrát támadás érte. Nem tudjuk, hogy ezt a támadást kikövette el, akármilyen irányból jöhetett ez a támadás, de ez nyilvánvaló, hogyha négy különböző helyen történik robbanás, és ez működésképtelenné teszi mind az északi áramlat egy vezeték párját, és a két vezeték, mint pedig az északi áramlat kettőt, az biztos, hogy egy szándékos és koordinált támadás volt. Ez volt az első gondolatom. Most azért azt nagyon fontos rögzíteni, és az már a tegnap esti hírekben abszolút látszott is, hogy nyilván egy ilyen robbanásnál azért ki lehet deríteni néhány alapdolgot, és úgy látom, hogy a dán-svéd hatóságok rögzítettek nyomokat, ami alapján azt közölték, hogy egyértelmű, hogy robbantás történt, és azt gondolom, hogy ha lementek, nem tudom én, víz alatti drónnal, vagy más eszközzel, és fényképeket készítettek a sérülésnek a környékéről, akkor megállapítható lesz majd az, hogy milyen irányból történt a robbantás, milyen jellegű lehetett, milyen eszközzel követhették el, és ebből azért vélhetően további következtetéseket lehet majd levonni. Az bizonyos, hogy ezen a vezetéken hosszú időn keresztül nem fog tudni Európába gáz érkezni, az is lehet, hogy sosem, hiszen nem csak ki fog áramlani ez a gáz, hanem víz fog a helyére bemenni, és hogy a sós víztől hogyan tudják mentesíteni ezt a vezetéket, ez egy nagyon nagy mérnöki kérdés. Tehát ezen a télen biztosan nem lehet számolni ezzel a vezetékkel, de az is lehet, hogy soha többet nem. És hát minél több időt tölt el Európa az orosz földgáz import csökkentett mennyisége mellett, szerintem annál inkább felkészül arra, hogy a jövőben a lehető legkevésbé tegye ki magát újra orosz földgáz importnak. Igen, ha szabotásról beszélünk, akkor kb. Két ország az, akit vádolnak ezzel, Amerika és Oroszország. Mindkét forgatókönyvet el tudja képzelni egyébként a vizsgálatokig? Persze, sőt, hát igazándiból akár még Ukrajna is elkövethette ezt, meg akár egy negyedik fél is, szóval nehéz azt megállapítani most ebben a pillanatban, hogy ki tehette. Ha csak a zavarkeltési oldalát nézem, akkor sok szereplőnek lehetett érdeke, ha csak így a közvetlen politikai oldalát nézem, akkor egészen biztosan Oroszországnak, Ukrajnának, az Egyesült Államoknak lehetett ebben érdeke. Akinek egészen biztosan nem volt érdeke az Európa, de hát itt is lehetnek ugye akár még magánszereplők, vagy egy terrorista szervezet is akár vállalkozhat ilyen feladatra, tehát azért ez nehéz lesz szerintem azonosítani, ha csak nincsenek olyan titkosszolgálati információk, vagy a környéken a hajók, vagy egyéb járművek mozgásáról szóló információk, ami alapján majd vissza lehet következtetni, hogy ki settenkedett arra felé. No, akkor ugorjunk a hazai terepre. A Paksi Atomerőmű 1-es blokkja állítólag éves nagy karbontartáson volt, és minden rendben volt, és most már végre újraindult, de csúszások voltak. Helyre tenné, hogy mi történt pontosan? Minden blokkon tartanak rendszeresen karbantartást. Ugye az atomerőmű jelenleg egy ilyen 15 hónapos kampány szerint működik, ez azt jelenti, hogy 15 havonta, egy év és három havonta történik üzemanyag átrakás és karbantartás. És az, hogy ez a mostani visszaindulás elhúzódott, ez bizony azt mutatja, amiről megint csak már régóta beszélünk, hogy ugye egy létesítmény, ami egymás után szeli az éveket és gyűjti össze az üzemidőt, az nyilvánvalóan nehezebben üzemeltethető. Ugye az energetikában és a mérnöki szakmában van egy úgynevezett kárgörbe, ami azt írja le, hogy ha valami nagyon új, akkor viszonylag több a meghibásodás, azt utána hozzászokunk ahhoz, hogy hogyan üzemeltetjük az esetleges gyártási hibák, azok kiderülnek, és akkor van egy nyugalmas időszak, mint az ember életében is, és aztán ahogy korosodunk, akkor egyre több probléma adódik. Nyilván az a lényeg, hogy a mérnöki eljárások, az üzemeltetési karbantartási eljárások, azok fel tudják tárni ezeket a műszaki hibákat, javítsák őket ki, és akkor álljon vissza üzembe egy blokk, hogyha minden hibát kijavítottak. Tehát az, hogy hosszabb ideig tart egy visszaindulás egy nagy karbantartás után, az igen azt mutatja, hogy az erőmű bizony most már az üzemidő hosszabbításában van, és nagyon fontos, hogy a további üzemidő hosszabbítást meg lehessen valósítani, de látszik, hogy azért ez egy mérnöki, műszaki kihívás, és bizony az egyes berendezések állapotán
rengeteg múlik azon, ezen, tehát az állapotán rengeteg múlik a tekintetben, hogy meddig is lehet még majd további üzemidőt hosszabbítani. Meddig ön szerint szakmailag? Konkrét számot én most ezen a reggelen nem tudok mondani. Nagyon fontos, hogy a kormány ebben az ügyben döntést hozott, indul ez a további üzemidő hosszabbítási program, és itt el fogják végezni a kollégák azokat a műszaki vizsgálatokat, ami alapján ki fog derülni, hogy az 50 éven, ugye 30 plusz 20 éven túl mennyi maradék üzemidő van a berendezésekben. Elképzelhető, hogy lesz olyan blokk, ami akár még 20 évet is működni tud, tehát 30 plusz 20 plusz 20 összesen 70 évet is akár elmehetnek egyes blokkok, de az is lehet, hogy lesz olyan blokk, ami mondjuk a további üzemidő hosszabbításban csak mondjuk 10 vagy 15 évet fog tudni teljesíteni. Ez ennek a programnak a célja, hogy meghatározza ennek a kondícióit. A Szódi Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel, szép napot! Én is köszönöm a kérdéseket, viszont hallásra, szép napot! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Kedden a 2021-es ombudsmani beszámoló tárgyalásával foglalkozott az országgyűlés, amelyet Kurmai Zita, az MSZP vezérszónoka értékelhetetlennek nevezett. A szocialista képviselő szerint napjainkban, idézem, az ombudsmani hatóság teljes elszigeteltségben működik, tevékenysége szinte láthatatlanná vált. Kurmai Zitával beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Úgy fogalmazott, hogy értékelhetetlen ez a beszámoló. Miért? Hát azért, mert ugye a biztos mind írásban, mind pedig a parlamenti beszámolójában egy működő tisztességes rendszert láttatott, miközben ugye számos alapjog tekintetében nem vagy korlátozottan működött az intézménye. Ugye ezt én példákkal próbáltam bizonyítani, tehát először is az, hogy a 2021 második felében leminősítették a külföldi kollégája magyar ombudsmant, tehát ugye ezt javasolták, tehát hogy ez egy folyamatnak a része volt, 2022 májusában pedig le is minősítették, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországnak egy B-kategóriájú ombudsmanja van, a gyakorlatban nincs szavazati joga, nem viselhet tisztséget a világszövetségben, mellesleg csak megfigyelőként vehet részt a találkozókon, és egyáltalán nem vehet részt aktívan az ENSZ emberjogi tanácsának munkájában sem. És hát ugye a probléma az, hogy a leminősítés oka, hogy számos alapjogi problémával a magyar biztos gyakorlatilag nem foglalkozik érdemben. És gyakorlatilag ugye ezt a fajta figyelmeztetést a biztos ugye nem csak a nemzetközi szakemberektől kapta meg, hanem természetesen az ellenzék is folyamatosan erről beszélt, és hát gyakorlatilag a jelentés ki sem tér arra, hogy egyébként itt egy nagyon-nagyon durva leminősítés történt, és hát arról pedig nagy évben hallgat, hogy egyáltalán ahhoz, hogy a szakmai megítélése jobbuljon, gyakorlatilag egyáltalán nem beszélt róla, tehát semmi olyan pontot, akciótervet, hogy mondjam, nem említett, ami ebben működőképes lenne, de szeretnék igazságos lenni, mert azt gondolom, hogy az alapvető jogok biztosának helyettesei viszont számos értékes, szakmailag magas szintű munkát végeztek, tehát azt gondolom, hogy maga a hivatal számos területen ezért tudott érdemi jogvédelmet végezni, tehát hogyha a teljes képet akarjuk látni, akkor azért ebbe korrekt módon ezt is el kell mondani. Tehát ugye beszélt az iskolakezdéssel kapcsolatos ügyekről, a védettségigazolványról, a panaszügyekről, bentlakásos intézményekről, és hát természetesen az, ami az én szívügyem, ugye az egyenlő bánásmód hatóság, az ebben a 200 oldalban gyakorlatilag 16 oldalt, 14 oldalból, ebből pedig csak a jogesetek leírását tartalmazza, tehát gyakorlatilag semmilyen képet nem kaptunk arról, hogy a hatóság beolvasztásával hatékonyabbá vált-e a diszkriminációval szembeni fellépés, vagy nem. Ugye nyilvánvaló, hogy érdemes a számok mögé nézni, mert ugye sem a beérkezett panasz, sem a jogsértés megállapító határozatok nagyságrendje egyáltalán nem változott az elmúlt években, tehát így gyakorlatilag nagyon nehezen hihető el,
hogy új fejezet kezdődött volna hivatal munkájában, ahogy ezt mondta. Ugye például megszűntek a hatóság megyei irodái, ugye ezek voltak azok, akik segítették a diszkrimináció áldozatait, és ugye igaz, hogy korábban de megszűnt az az egyenlő bánásmód tanácsadó testület, amely nem csak figyelemmel kísérte a jogalkalmazást, hanem gyakorlatilag az volt a feladata, hogy szakmai javaslatokat fogalmazva meg, tehát ezért is nagyon határozottan azt húztam alá a beszédemben, hogy a hatóság tevékenységének nyilvánossága gyakorlatilag mostanra szinte láthatatlanná vált. Az sem derült ki például a beszámolóból, hogy miben és hogyan működik együtt az ombudsmani hivatal a civil szervezetekkel, ugye? Hát szerintem ez egy kulcs dolog, hogy ezek a szervezetek az eljárások megindításával, a sértettek képviseletében egyáltalán milyen szerepet töltenek be. Most mi az, amire egyébként koncentrált maga a jelentés? Ugye leginkább a fogyatékosság alapú diszkriminációt vizsgálta, félreértés ne legyen, ez rendkívül fontos, viszont jóval kevésbé volt proaktív a nemzetiségi, főként pedig a romákat ért diszkrimináció tekintetén. És hát ugye a másik problémám az, hogy gyakorlatilag arról beszél, hogy mekkora szerepe volt a jogszabály tervezetek véleményezésében, ez is megint egy hasznos dolog, de arról már egy hangot nem beszél, hogy milyen véleményt, javaslatot fogalmazott meg, például a hajléktalanok, a sokgyermekes családok, a nők, vagy az egynemű párok védelmében, illetve az iskolai szegregáció megelőzéséről sem beszél egyáltalán, na erre éppen valamennyiben kitért. Úgyhogy arról se tudunk, hogy például van-e már önálló költségvetés ennek az igazgatóságnak, hogy hány kérelem esetében vonta magához a hatósági hatókört az ombudsman, hogy egyáltalán milyen lehetőségük van a vizsgálatot kérelmezőknek, hogy választhassanak az érdemi határozatot nélkülöző ombudsmani vizsgálat és a hatósági vizsgálat között. Úgyhogy tényleg egészen döbbenetes, és akkor arról nem beszélve, hogy a gyermekek ügyében tényleg gyalázatos az, amit tett, de hát gondolom, hogy talán erre emlékeznek. Gurmai Zita, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. A hulladék elszállítás ügye porzolja a fővárosiak kedélyét az elmúlt napokban. Béremelést követelnek a fővárosi közterület fenntartó dolgozói, akik tegnap sem vették fel a munkát az Ecseri úti telephelyen. Márta Imre, az Egyesített Budapesti Közmű Holding vezérigazgatója azt mondta szerdán, ahhoz képest, amit a kukások kérnek, szerény, de az eddiginél jobb ajánlatot adna a budapesti közmű cégen belül működő FKF ZRT, de arra is szükségük van, hogy az állami kuka holding odaadja azt a pénzt a fővárosnak, amibe az ottani szemétszállítás kerülne. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Társaság közleményében jelezte, kifizette a fővárosi számlákat. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője hangsúlyozta, törvényi feladata a fővárosi önkormányzatnak a hulladék elszállítása. A következő percekben Wintermantel Zsoltot kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És közben ugye éjszakai friss hír, vagy hát esti friss hír, hogy sikerült megállapodni, úgyhogy én ma hajnalban itt Kőbányán már láttam is, hogy valóban járnak a kukásautók. Akkor most minden rendben van? Hát nagyon reméljük, hogy minden rendben van, és örülök neki, hogy főpolgármester úr 3 nap után rájött, hogy valóban az ő feladata egyébként a fővárosi hulladékelszállítás megszervezése. Nem nagyon értem, hogy miért volt szükség erre a 3 napos megint másra mutogatásra, felelősséghárításra, hamis számok bemondására. Úgy tűnik, hogy ilyen gyorsan rendeződött a dolog, ami egyébként egy örömteli helyzet. Valószínűleg az lett a háttérben, hogy nagyon csúnyán beszorult a főpolgármester úr a saját maga által felépített hazugság spirálba, mert egész egyszerűen először azt mondta, hogy ugye az állami cég nem fizeti ki neki a pénzt, erről kiderült egyébként, hogy nem csak annyit fizet ki, amennyit beszednek a budapesti polgároktól, hanem ennél még többet is, 1,4 milliárd forinttal többet fizetett ki eddig az
állami kuka holding a fővárosi cégnek, mint amennyit a lakosságtól beszedett, és ezen felül még 1 milliárd forintot fizetett ki egyéb a hulladékkezeléssel kapcsolatos költségekre, amit szintén ugye ehhez a feladathoz szükséges, tehát nem volt igaz az állítás a főpolgármester úrnak, aztán kapkodva bejelentette, hogy tegnaptól ugye a katasztrófavédelemnek kellene elszállítani a szemetet, ami egy nagyon súlyos törvényi hiányosságára mutatott rá a főpolgármester úrnak, hisz ugye a katasztrófavédelem csak és kizárólag akkor kezdi el a feladatot kötelezően végzendő önkormányzat helyett elvégezni a munkát, ha arra a kormányhivatal kötelezi, illetve kihirdeti a közegészségügyi veszélyhelyzetet. Ugye erre egyáltalán nincsen szó. Azzal, hogy ő ült egy levelet, hogy képtelen megoldani a feladatot, attól még ugye nem lép automatikusan életbe ez a fajta helyette való megoldás. Ráadásul maga a törvény, hogy a katasztrófa védelembe léphet, nem is arról szól, hogy a munkáltató nem tud megegyezni a munkavállalóival. Tehát ez a törvény szellemével is ellentmond. Ugye ez akkor lehetséges, hogyha mondjuk nem jön létre közszolgáltatási szerződés, valami havária helyzet van, mert mondjuk leég egy a hulladékszállítónak a telephelye is, megsemmisülnek a járművek, és emiatt képtelen ellátni a feladatot. Tehát valószínűleg erre jött rá a főpolgármester úr, hogy tarthatatlan az álláspontja, és nem tudja tovább ezt a másra mutogatást végezni, ezért lám-lám, nagyon hamar meg is született a megállapodás. Még ez, aminek nagyon örülök, de látjuk, hogyha most beszorozzuk, hogy körülbelül mennyi munkavállaló van, és hogy mit kapnak, akkor látjuk, hogy egy pár százmillió forintos tételről van szó, ami a közel több mint 450 milliárdos fővárosi költségvetésben elenyésző összeg. Elenyészőnek tűnhet, ugyanakkor meg nyilvánvalóan arról szólnak a hírek, és ezt kommunikálja a főváros, hogy ők is nagyon nehéz helyzetben vannak anyagilag, akár csak egyébként minden önkormányzat, vagy bármilyen intézmény, hiszen például a rezsijárak is ugye brutálisan megemelkedtek, és kiszámíthatatlan, hogy mi jön még, próbál spórolni mindenki mindenhol. Ő hogyan látja, hogy lehetne spórolni a fővárosnak? Most például láttam Karácsony Gergely Facebook oldalán, hogy ilyen körülbelül szavazásra van bocsájtva az, hogy legyen karácsonyi díszkivilágítás. Hogyan látja belülről a helyzetet? Tényleg nehéz helyzetben van a főváros? Mindenki nagyon nehéz helyzetben van, kezdve a családoktól, kezdve a kukásoktól, kezdve a pedagógusoktól, a rendőröktől, a bérből és fizetésből élőktől. Mindenkit sújtanak a magas energiaárak, és mindenkit sújtanak az elszabaduló egyéb árak az infláció miatt, de azért azt soha ne felejtsük el elmondani, hogy ez minek a következménye. Ez a mellettünk, a szomszédunkban dúló háborúnak, és az arra adott Európai Uniós rossz, elhibázott szankciós politikának az eredménye. Tehát, Magyarország most megszavazta az újabb szankciós csomagot. Ezt csak zárójelbe teszem hozzá a 8. Igen, de ugye tegyük hozzá, hogy ha meg nem teszi meg, akkor állandóan minket mondanak kekesznek, és teszem hozzá, ebben a szankciós csomagban is külügyminiszter úr elmondta, hogy Magyarország ugyanúgy mentességet kapott számára fontos tételek alól, mint ahogy egyébként a vezetékes kőolajszállításnál is sikerült Magyarországnak, nem csak magának, hanem másik két országnak is mentességet elérnie. És tegyük hozzá, hogy ez az a szankciós politika, amelynek Karácsony Gergely elsőként örült és üdvözölte, sőt az Áll Klicskó interjúban ugye még további szankciókat kért az Európai Uniótól, és azt mondta el, hogy az Európai Uniónak megvannak az eszközei arról, hogy Magyarországot rákényszerítsék további szankciók elfogadására. Azt hogyan lehet spórolni? Nem lehet, azt meg egész egyszerűen nem lehet megtenni, hogy valaki örül a szankciós politikának, további szankciókat követel, majd annak a következményeként előálló energiaválság helyzet, elszabaduló inflációk esetében fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy ja, hát ezt oldja meg más, és a kormány a hibás. No, de akkor mi az önök javaslata, vagy mi lenne mondjuk az ön javaslata? Hogyan tudna spórolni a főváros? Én azt javaslom a főpolgármester úrnak, hogy amikor a főváros költségvetését elkészíti, amikor a különböző feladatellátások között priorizálni kell, akkor legyen harcos és bátor, ne akkor, amikor Facebook posztokat kell írogatni. Látszik, kedden kitört ez a vadsztrájk, vagy tiltakozás, vagy bérkövetelés, nevezzük bárminek, ugye ennek a jogi státusza sem volt tisztázva, valaki azt mondta, hogy sztrájk, valaki azt mondta, hogy work on rules, tehát, hogy rosszak az autók, és azért adták vissza, és azért nem tudtak kimenni. Most arra megjavultak az autók, zárójelbe zárva, de hogy
Három nap alatt sikerült megoldani, olyan kurflikkal, hogy először azért nem tudunk fizetni, mert a Kuka Holding nem fizet, amikor ez a hazugság kiderült, akkor azért nem tudunk fizetni, mert tulajdonképpen nem is a mi dolgunk, és most már innentől kezdve vigye a katasztrófavédelem. Három nap alatt eljutott a 180 fokos fordulattal a főpolgármester úr oda, hogy ez tényleg az ő feladata, és egyébként találtak rá forrást. Kell karácsonyi díszkivilágítás ön szerint? Legalább akkor erre válaszoljon. Nekem. Mert értem, hogy nem akar konkrétumokat mondani, de akkor ön szerint mondjuk legalább akkor diszkvilágítás kell, vagy inkább spóroljon vele a főváros. Hát én azért nem akarok számháborúba belemenni, mert nem akarok abba a hibába esni, mint főpolgármester úr, hogy vakon bemond mindenféle számokat alátámasztás nélkül, és ráadásul kiderül róla, hogy nem igaz. Most igen, egyébként a diszkvilágításon, vagy a karácsonyi diszkvilágításon adott esetben lehet is spórolni. Nyilván ez azért választunk meg egy főpolgármester, hogy nehéz helyzetekben is irányítsa a város. Ne csak akkor, amikor szalagot kell adott esetben átvágni, bár ez is elég ritka a manapság a fővárosban, mert hogy minden beruházás késik, csúszik, és ráadásul sokkal többe kerül, mint azt eredetileg meg lehetett volna valósítani. De ez egy dolog, persze. Hát mindent, ez a városvezetői feladat. Nézzük meg, hogy milyen dolgaink vannak, milyen feladataink van, mi ebből a kötelező, mi az, ami elengedhetetlen, és mi az, ami adott esetben lehet spórolni. Az egy érdekes kérdés, és nem szeretném, hogyha főpolgármester úr belefutna a saját csapdájába, hiszen a legutóbbi fővárosi közgyűlésen döntöttünk arról, hogy Budapest születésének évfordulóját, szép kerek évfordulóját megünnepli a város nem is kevés pénzből. Tehát, hogyha a főpolgármester úr most arra a döntésre fog jutni, hogy a nehéz gazdasági helyzetben ne legyen karácsonyi díszkivilágítás, akkor szerintem a következő az lesz, hogy akkor a szülinap megünneplésére félretett sok 100 millió forint sorsát is át kellene gondolni, de még egyszer mondom, én nem vagyok a főpolgármester úr tanácsadója, de amikor azt mondja, hogy hol és miként lehet döntéseket hozni, spórolni, akkor például ezt is föl kell vetni, amit néhány hete vagy néhány nap, másfél hete fogadtunk el. Másfél hete volt több 100 millió forint Budapest születésnapjának megünneplésére, kedden nem volt pénz a kukások fizetésének megemelésére, pontosabban nem is emelték meg, ugye csak egyszeri kiegészítést kapnak, illetve a karácsonyi jutalmat. Most el kell dönteni, hogy van-e karácsonyi díszkivilágítás, vagy nincs, de akkor el kell dönteni, hogy van-e Budapest születésnapi buli, vagy hát megünneplési sorozat. Fel fogom vetni, ígérem önnek, mert az adás végén majd Kerpel Frónius Gáborral is fogok beszélgetni, aki ugye főpolgármester helyettes. Kíváncsian várom. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt a Fidesz-KDNP fővárosi frakció. Szép napot! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A szerda esti közlönyben megjelent rendelet értelmében 4,5%-os nyugdíjemelést hirdetett ki a kormány. Mire enged következtetni az emelés nagysága? Mire lesz mindez elég a nyugdíjasoknak? Farkas András nyugdíjszakértővel elemezzük a nyugdíjak helyzetét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, ez sokan. No, ő hogyan látja, egy 4,5%-os emelésről van szó most, de az most már azért tiszta, hogy ez összességében 13,5%-nál tartunk, vagy valahol? 13,4%-nál tartunk, ami a hivatalosan becsülhető inflációt nagyjából lefedi. Tehát ilyen szempontból a hír az örömteli, hiszen a minimális emelést, ami az augusztusi tények tükrébe többen tartottunk attól, hogy lehet, hogy csak 1,8% körüli mértékű lett volna, azt jelentősen túllépi ezzel a 4,5%-kal. Úgy tűnik, hogy a évi 13,4%-os szintet lefedezte a kormány. A gond az, hogy ennél a Magyar Nemzeti Bank akár 1%-ponttal magasabb éves inflációt jelez előre a legutolsó szeptemberi előrejelzésében, de sajnos ez hónapról hónapra emelkedik az egész évre vetített infláció előre becsült mértéke, hiszen tudjuk, hogy még csak most jönnek be a téli hónapokban a rezsiszámlák, amik nagyjából 3%-ponttal, tehát akár 18%-ra is fölnyomhatják az inflációt, és sajnos a nyugdíj emelésnek az utolsó korrekciós lépése van ezzel a novemberi nyugdíjjal,
végrehajtva a törvény szerint, vagyis decemberben nem lesz már további emelés, miközben a számlák nyomása az abszolút érezhető lesz a nyugdíjasoknak ezekben a hónapokban. Legközelebb majd csak jövő januárban számíthatnak emelésre. Annak az emelésnek a mértéke viszont egyelőre még nagyon tisztázatlan, mert a költségvetési törvényben, ami jövő évre szól, és amit már régen elfogadtak, abban mindössze 5,2%-os inflációval kalkulálnak, ami nyilván tarthatatlan lesz, tehát azt módosítani kell majd, de a nyugdíjasoknak ki kell várni még a jövő januárig, hogy milyen emelésben részesülhetnek további emelésben. Mindemellett szó van egy egyszeri juttatásról is, egy körülbelül 10 000 forintos összegről. Ez mit így jelent, van, és ki kapja? Így van, ez most már nem körülbelül 10 000, hanem maximálisan 10 000 forint lehet. Ez a nyugdíjprémium. Ez egy olyan egyszeri juttatás, amit szintén a novemberi nyugdíjjal együtt kapnak majd meg a jogosultak. Nagyjából 2,5 millió ember jogosult erre, akár csak a nyugdíjemelésre. Tehát az összes öregségi nyugdíjas, meg hozzátartozói nyugellátásban részesülő ember, és mellette körülbelül még 500 000 további egyéb ellátásban részesülő szeméről van szó, akik például korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, és még 2 tucatnyi egyéb a kormány rendeletben részletesen felsorolt ellátásban részesülnek. Tehát ez nagyon-nagyon nagy társadalmi réteg, hiszen Magyarország lakosságának 1/4 érintett a mind a nyugdíjprémiumban, mind pedig az emelésben. Most a nyugdíjprémium az akkor jár, hogyha legalább 3,5% a gazdasági növekedés az adott évben, és idén azt mondta a kormányzat, hogy 4%-os GDP növekedéssel számolhatunk. Emiatt jött ki ez a maximum 10 000 forint, mert az a képlete a nyugdíjprémiumnak, hogy amennyivel meghaladja a tényleges GDP növekedés 3,5%-os törvényi küszöbértéket, ugye ez idén akkor 0,5, ezzel kell megszorozni a novemberi nyugellátás 1/4-ét, de legfeljebb 20 000 forintot, és ugye 20 000 forintot, ha megszorozzuk a 0,5-tel, így jön ki a maximális 10 000 forint. Hogyan látja, mi a helyzet azokkal, akik ugye 80 000 forint alatti nyugdíjat kapnak, sokan vannak ők? Így van, hát nagyon-nagyon sokan vannak. 80 000 alatt kap több mint 200 000 ember, de 100 000 alatt kap közel 500 000 ember nyugdíjat, ami látszik most, hogy ezzel a 4,5%-os emeléssel is csak nagyon picit fog emelkedni az ő nyugdíjuk. Az ő helyzetükre külön oda kellene figyelni, mert a téli hónapokban ténylegesen életveszélyes helyzetbe kerülhetnek, mert az lesz a kérdés számukra, hogy egyenek vagy fűtsenek, ugyanis mind a fűtésszámláik, mind a élelmiszer számláig azok nem 4,5%-kal nőnek, hanem akár 30-40%-os mértékben is, amit egész egyszerűen nem lehet kigazdálkodni a kisebb nyugdíjakból. Én nagyon régen szeretném elérni azt, hogy a nyugdíjprémiumra idénre is félretett 68 milliárd forintnyi költségvetési előirányzatnak a nagyobbik részét, azt a legszegényebb 300-350 000 nyugdíjas támogatására fordítsuk, egy külön szolidaritási segély, vagy ilyen rendkívüli helyzetben érvényesülő szolidaritási korrekció formájában, mert az ő helyzetük valóban tarthatatlanul nehéz lesz most a téli hónapokban. Ő hogyan látja egyébként röviden a 4,5% helyett, mi az, ami mondjuk egyáltalán érezhető és nem infláció elnyelő emelés lenne? Ugye ilyen egyszerű túl nagy emeléseket azért nem lehet végrehajtani, mert nincs rá pénz. Most ez a 4,5% is 217 milliárd forintos költségvetési kiadással jár. Én arra tettem javaslatot, hogy térjünk át a rendkívüli állapotban, vagy rendkívüli veszélyhelyzetben a havi csúszó emelés rendszerére, és akkor minden hónapban 1,3-1,7% közötti mértékben lehetne azonnal emelni a nyugdíjakat, így nem kéne a nyugdíjasoknak várni arra, hogy majd utólag részben kiegyenlítsék az ő jogosultságaikat. Magyarán nem utólag követnék le az inflációt, hanem abban a pillanatban, amikor az infláció bekövetkezik, a nyugdíjak is a következő hónaptól emelkednének. Farkas András nyugdíjszakértő, köszönöm. Nagyon szívesen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Élő lánccal tiltakoztak egy 67 éves lipótvárosi nő kilakoltatása ellen a város mindenkié aktivistái tegnap. Ott volt Misetics Bálint, a főpolgármester lakás és szociálpolitikai főtanácsadója, valamint Tordai Bence, Jámbor András és Csárdi Antal országgyűlési képviselők is. Tordai Bence 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett a rendőri intézkedések során, mert eltört az ujja. A kilakoltatás megvalósult, az idős nőnek most az
AMV próbál szállást szerezni. Jámbor Andrással, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjével beszélgetünk a kilakoltatásokról. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! És nagyon röviden szeretném csak az aktuális ügyet, hogyha elmondani, hogy itt egyébként mi történt pontosan, kit lakoltattak ki. Tehát ugye Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester úr, az 5. kerület fideszes polgármestere, aki 2 hete még megszavazta azt, hogy nem lakoltat ki senkit önkormányzati bérlakásból a fővárosi közgyűlésben, ő lakoltatott most ki egy 67 éves nőt egy 300 000 forintos tartozásért. Egy olyan kerületben, ahol Sádor György, ugye, aki a végrehajtói karnak az előzetes letartóztatásban ülő volt vezetője, ő 380 000 forintos négyzetméter áron vett egy olyan lakást, aminek piacon 1,1 millió lenne a négyzetméter ára, tehát egy négyzetméteren 2-2 annyit keresett ebben a kerületben a kerületi lakosok kárára Sádor György, mint amennyiért ezt a nőt kilakoltatták tegnap. Azt olvasom különféle oldalakon, meg hozzászólásokban, hogy azért ezzel a hölgyel nem csak az volt a probléma, hogy mondjuk 300 000 forintot nem fizetett be, hanem fogalmazunk úgy, hogy élhetetlen volt, hogy például július óta nem engedett be szerelőket, ezért a szomszédja, aki egyébként tulajdonban van és fizeti az összes számláját, nem tudja a csatornát megjavítani hónapok óta, hogy a padlástérben meg a lépcsőházban tárolta a hulladékot. Tehát mi van abban a helyzetben, hogyha valaki élhetetlen is? Nincsen. Tehát, hogy összegezzük le, hogy ez a közlemény hazugságokat tartalmaz. A szomszédja a nőnek egy Airbnb egyébként, tehát kezdjük itt a dolgot. Mondjuk ez még függetlenül, tehát tök mindegy, nem, hogy kilakít a szomszédban. Igen, de hogy nagyon sok lakóval beszéltünk. Volt olyan lakó, aki rendszeresen víz Zsuzsának ételt, mivel Zsuzsa mozgásában korlátozott, és nem nagyon nehezen tudja elhagyni a lakást, ez látszott is a tegnapi felvételeken, amikor kijött a kilakoltatás után, hogy támogatni kellett, hogy le tudjon egyáltalán jönni a lépcsőn. Én nem találkoztam, tehát hogy 5-6 lakóval beszéltem a házban, mindenki meg volt dömbenve, volt, aki a barátnőjének nevezte a Zsuzsát, tehát én egyáltalán nem tapasztaltam azt, ami a polgármesteri közleményben van, hogy itt valami gond lenne. A másik, hogy a kerületnek, minden önkormányzatnak feladata az, hogy a rászorulókat támogassa. Itt a családvédelem, ez előző nap tudta meg, hogy kilakoltatás lesz. Nem történt adósságrendezési eljárás, nem történt meg az a szociális munka, ami egyébként egy nehéz helyzetben lévő emberrel segítene. Hogyha a lakosoknak kell bevásárolnia neki, akik ott laknak a házban, akkor valószínűleg nem kapta meg azt az önkormányzati segítséget, amit egyébként megérdemelne minden olyan időskorba jutott polgártársunk, aki nehéz helyzetben van. Egyébként egy bölcsész doktornőről beszélünk, egy volt francia tanárnőről, aki a nehézségei miatt nem tudott már dolgozni az utóbbi években. No, lépjünk túl a konkrét ügyön, mert hogy nagyon sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe, hiszen sokan ugye mostanában kapják meg az első rezsiszámlákat. Lássuk ugye csak azt, hogy az elmúlt napokban mekkora botrány lett abból, hogy a kukások is szembesültek vele, hogy milyen összeggel kell többet fizetni, hogyan lehet rajtuk segíteni, hiszen maguk az önkormányzatok is iszonyatosan nehéz helyzetben vannak. Igen, igen, és csak a kukásokra egy felmondat, itt most én már láttam reggel, hogy elviszik a szemetet. Én nagyon örülök, hogy sikerült Karácsony Gergelynek megállapodnia, és hogy a 2 sztrájk-szerű dolog játszódik egyszerre, örülnék, ha Orbán Viktor is elmenne a tanárokhoz, és ő is meg tudná állapodni velük. De a konkrét dolgokra ugye nem csak a rezsi, hanem az áremelkedés is nehéz helyzetbe hozza az embereket, sőt ez a 2 egyszerre elég brutális hatást ér el. Itt mi egy törvényjavaslatot fogunk benyújtani, ami a válsághelyzet idejére szeretné a kilakoltatási moratóriumot meghosszabbítani, illetve én újra benyújtanám azt a javaslatomat, ami a végrehajtói kar ügyeit vizsgálná egy vizsgálóbizottságban. Erre a Völner Sádül ügy alatt még Répási Róbert ígéretet tett, hogy lesz vizsgálat. Nem történt belőle semmi, én júniusban ezt már egyszer benyújtottam. Ezt 2 hete leszavazták, de azóta folyamatosan jönnek olyan ügyek, amik indokolják azt, hogy ezeket a visszásságokat átnézzük. Ugye mi 2 hete a 18. kerületben akadályoztunk meg egy kilakoltatást, ahol nem azoknak az embereknek a nevére szólt a végrehajtási eljárás, akiket ki akart lakoltatni a végrehajtó, ott nincs az LVM, nincs a Szikra mozgalom, nem jövünk mi képviselők, akkor egy törvénytelen kilakoltatás végre ment volna. És tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan információ is van a sajtóban, ahol
mondjuk úgy furcsán ár alatt elárverezett házakról van szó, ezek néha tragikus következményekkel is járnak ezek az elárverezések, illetve ugye ez a végrehajtási törvény most lépett hatályba, ami brutálisan megkönnyíti a végrehajtók dolgát, és brutálisan megnehezíti a jogorvoslatot. Lehetőség van arra, hogy a végrehajtó már 20 nap után, az eljárás 20. napján ajánlatot, árverezés ajánlatot tegyen a lakásra, miközben 65 nap az az idő, ami alatt a kifogást elbírálhatja a bíróság. Tehát abszurd helyzetben előfordulhat az, hogy valaki 20 nap után az utcára kerül, és 65 nap után viszont kimondják, hogy jogtalan volt az az eljárás, aminek a következtében az utcára került. Ezek nagyon-nagyon súlyos helyzetek, és ebben a végrehajtási törvényben van még egy olyan passzus is, ami szerintem a szabadrablás kategória, hogy lehetőség van arra, nyilván bizonyos helyzetekben, de van lehetőség arra, hogy ingóságnál, tárgyi árverezésnél az érték 1%-áért árverezze el a végrehajtó azt az értéket, amit lefoglalt az eljárás során. Ezek olyan szintű visszásságok, amiket mindenképpen törvényi szinten kell megváltoztatni. Ján Marandás, köszönöm szépen. Köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Nagyon furcsa ez a népszámlálás, mert ez nem egy hagyományos népszámlálás, mondta Toruckai László, a Mi Hazánk párt elnöke. Több kérdést is veszélyesnek tart a párt. Hogy miért? És mi a véleményük a népszavazásról? Erről is kérdezzük Dúró Dórát, a Mi Hazánk alelnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, mire hívják fel a figyelmet? Mi a probléma önök szerint ezzel a népszámlálással? Számos olyan kérdést feltesznek, ami abszolút privát magánügy, és nem is az a probléma, hogy csak hogy felteszik, hogyha ez a válaszadás önkéntes lenne, de megbírságolják azokat az embereket, akik nem válaszolnak például az ingatlanukkal, vagyonukkal kapcsolatos kérdésekre. Mindez azért is furcsa, mert Toruckai László elnökünk az országgyűlésben felvetette Orbán Viktorhoz címezve a kérdését, hogy miért nem vetnek ki vagyonadót a 100 leggazdagabb magyarra vagy az oligarchákra, és akkor Orbán Viktor ezt azzal hárította el, hogy ez akkor lehetne lehetséges, hogyha a vagyonkatasztert készítenének mindenkinek a vagyonáról, és azt mondta, hogy ezt nem támogatja, és hogy gondoljuk újra. Tehát miközben a vagyonadót nem veti ki a kormány ilyen gazdasági helyzetben, ilyen nehéz körülmények között, amikor a rezsi, az élelmiszer is rendkívüli mértékben drágul, aközben a népszámlálással úgy tűnik, hogy mégis meg tudják ezt tenni, hogy mindenkinek a vagyonára vonatkozó kérdéseket kötelező jelleggel feltesznek. Romániában egyébként hasonló kezdeményezés volt az állam részéről, de akkor a ellenállásba ütközött, hogy végül a bírságolástól eltekintett az állam. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a válaszoknak is önkéntesnek kellene lennie, és nem sújthatja senki bírsággal azokat az embereket, akik nem szeretnék különböző okokból megadni az ilyen személyes adataikat is. Most viszont, hogyha hozzájutnak ezekhez az adatokhoz, akkor csak így visszacsatolok a logika alapján, akkor lehet, hogy jöhet az önök által óhajtott vagyonadó. Azt annélkül is meg lehetne csinálni, hogy mindenkinek a vagyonát ennyire részletesen és kataszterbe venni az állam, de alapvetően az egész válságkezelésnek a logikája hibás a kormány részéről. Tehát az, hogy miközben azt ígérték a választás előtt, hogy megvédik a rezsicsökkentést, és hogy marad a lakossági rezsicsökkentés, ezt még júniusban is hangoztatták, ahhoz képest most majd érkeznek az első olyan számlák, amelyeket az emberek nem fognak tudni kifizetni. Eközben az oligarchák óriási vagyonát békén hagyja a kormány, a multinacionális tech cégeket sem adóztatja meg. Tehát van számos olyan más bevételi lehetősége az államnak, vagy lenne az államnak, amivel nem a kis emberek zsebéből vennék ki a pénzeket, hanem azokat, akik még ilyenkor is profitra tudnak szert tenni. Beszédes adat az, hogy a német autógyártó cégek és a multinacionális kereskedelmi láncok évente nagyságrendileg annyi pénzt visznek ki Magyarországról, amennyit a rezsitámogatásként egy egész évre betervezett a kormány. Maradjunk a népszámlálásnál, hogyha kérhetem, akkor önök most bojkotra szólítanak fel? Vagy mi a tervük?
Toroczkai Lászlónak volt egy részletes videója ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nyilván a bojkotra nem tudunk felszólítani embereket, hiszen a bírságolás jár mindezekért. Ugyanakkor az adatbiztonság kérdése itt a népszámlálás kapcsán is felmerül. És nem csak ez alapján, a népszámlálás alapján, hanem számos más ügyben látjuk azt, hogy nem csak a magyar állam, hanem ezek a globális cégek is rendkívül sok információt tudnak, például mobiltelefon használat, az internet használat miatt az emberekről. Tehát igazából nem nagyon van más lehetőség az embereknek, mint hogy kitöltik, illetve hogyha nyomásgyakorlással sikerül elérni, hogy mégis önkéntes legyen a kitöltés ezeknek, és ezt a bírságot ne szabják ki, az jó lenne. Mi lehet nyomásgyakorlás? Hát például ez, hogy felszólítottuk a kormányt, illetve hogyha minél több állampolgár is él azzal a lehetőségével, hogy jelzi a döntéshozók felé, hogy nem szeretné ezt kitölteni. Próbálunk jogi segítséget is, illetve jogi iránymutatást is kérni, dolgoznak azon a jogászaink, hogy ez mennyire törvényes vagy nem törvényes, de itt van a pozitív példa előttünk, hogy Romániában lényegében nem töltötték ezt ki, illetve vissza is vonta ott a kormányzat azt, hogy megbírságolja az embereket. Hát, ha itt is lesz ennyi józan belátás a kormányban, hogy ilyen miatt, pláne ilyen nehéz gazdasági helyzetben valakit megbírságolni, az különösen igazságtalan. Mi van akkor, hogyha kitölti valaki és hazudik benne? Hát ez mindenkinek a saját joga eldönteni, hogy hogyan tölti ki ezt természetesen. Én nem tehetem azt, és nem is teszem azt, hogy bárkit is hazugságra biztassak ezzel kapcsolatban, de ez például, amit ön is mondott, ez üti azt az érvet, hogy majd milyen pontos statisztikát tudnak készíteni ez alapján a lakosság állapotáról, a lakó ingatlanoknak az állapotáról Magyarországon, és ehhez tudják majd igazítani a felújítási programokat vagy pályázatokat. Ugye ezzel érvel a kormányzat, hogy ezért van erre szükség, de hát valóban nem tudják ellenőrizni, pláne online kitöltés esetén, hogy valaki a valóságot írja be, vagy nem a valóságot írja be, és ezért nem tudják ehhez igazítani a közpolitikájukat. Másrészt, hogyha valamilyen pályázatot kiírnak lakáskorszerűsítésekre, azon való részvétel is önkéntes, tehát az szintén az emberek dönthetik el, hogy ők pályáznak-e ilyen-olyan állami támogatásokra, nem pedig kötelezően kivonul az állam, és nem is kell majd hívni a kőművest, mert magától jön és felújítja a házakat, szóval ez egy abszurdum, az abban való részvétel is önkéntes, tehát nem indokolja azt, hogy bármiféle adatszolgáltatásra szükség lenne ehhez. Dóra, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Vége a szezonnak a Balatonnál, újra látványosan beindultak az építkezések a tó körül, írja a cikkében a 444.hu újságírója Vég Márton. Milyen építkezések folynak épp, és milyen azok lakossági fogadtatása? Erről kérdezzük Vég Mártont, a 444.hu újságíróját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mert hogy te le is mentél a helyszínre, kirándultál egyet, hogyha jól látom, és pletykákat is gyűjtöttél. Na, mire jutottál összességében? Hát én nem csak kirándultam, hanem én elég gyakran itt tartózkodok Balatonszemesen, tehát nagyon jól ismerem itt pont ezt a falunak a sorsát ilyen szempontból, tehát jelenleg is itt vagyok lent Balatonszemesen. Tehát... De jó dolgod van. Köszönöm szépen. Itt egy nagyon, hát egy évek óta tartó ügyről van itt szó Balatonszemesen, csak hogy tudják a hallgatók, Balatonszemes ez ugye a déli part közepe, Balatonföldvár és Balatonlelle között egy 1700 fős kis falu, és itt a kikötő résznél volt sokáig egy bahar, tehát ez a balatoni hajózás ZRT-nek volt egy hattyú kemping nevezetű vízparti nagy telke, és ugye erről azt kell tudni, hogy a bar sokáig önkormányzati tulajdonban volt, aztán egy pár éve átvette az állam, és akkor úgy döntöttek, hogy ezt a nagy telket a vízparton ezt elárverezik, tehát amikor az önkormányzatnak nem volt beleszólás, akkor az állam eladta egy árverezésen, és 1 milliárd forintért kelt el, ez a Balatonszemesnek a legfrekventáltabb helye, tehát a kikötőnél, és 1 milliárdos magyar vállalkozó vette meg, ez a Big George Property-nek hívják, ez a Nagy György Tibor által tulajdonolt cég, ugye ő az Otthoncentrumnak a tulajdonosa, és a 100 leggazdagabb magyar, azt hiszem, ott szerepel.
És ez tavaly történt meg, ez a adásvétel, és most arra ugye lement a szezon a Balatonnál, és most vettem én azt itt észre, hogy már szépen körbezárták a területet, építési terület, és jelenleg a kempingnek a volt épületeit, ilyen kiszolgáló épületek, meg vizes blokk, ezeket bontják el, és már szépen ugye ki van téve a látványterv, hogy ide mit fognak felépíteni. Na, mit fognak felépíteni oda hozzátok? Hát ez a szokásos ilyen összesen 150 lakásos ilyen luxus apartmanház épül ide, itt egy négyzetméter 2 millió forint lesz, tehát itt ilyen 100 millió fölötti lesz legalább egy lakás. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez 150 lakásról van szó, az, hogyha csak 2-3 emberrel számolok, akkor az egy ilyen 400 ember, tehát igazából a falu harmada ide beférne csak ebbe a csak ebbe az épület, mert 1700 ember lakik itt, és itt meg 400 ember számára. Ez a legjobb helyen van Balatonszemesen, tehát ezt így kell látni, hogy a lakosság, itt volt egy ilyen aláírásgyűjtés ellene, és egy olyan 400-500 vagy akár 1000 környéki aláírás is összejött, hogy itt mentsük meg ezt a kempinget, nem akarunk egy ilyen, nem akarnak ilyen hatalmas luxus apartmanházakat látni. Itt, ami így át... Miért nem? Formál... Mi a gond ezzel? A fő gond azzal ez, hogy teljesen átformálódik ezzel a településnek a úgymond az arculata. Tehát itt ez nem Siófokról van szó, nem Lelléről van szó, hanem ez egy, úgy, maga a beruházás is úgy hirdeti magát, hogy a déli part kis Gyöngyszeme, kis falu, és ahogy az előbb mondtam, ide a falu negyede beköltözhetne csak egy ilyen épületbe, és amúgy még számos más hasonló épült, tehát erre nincsen felkészülve az infrastruktúrája egy ilyen kis falunak, itt dugók lesznek, és a többi, és a többi. Tehát átalakul egy ilyen siófokosodik, úgymond a település, tehát ahol megjelenik egy ilyen hatalmas beruházás épület, az több száz, több ezer ember, annak már a kiszolgálására újabb és újabb üzletek, vállalkozások települnek ide, és így szép lassan, ugye ez a érzés, hogy déli part kis Gyöngyszeme, ez teljesen átalakul egy ilyen siófokos, amit mindenki ismer, egy ilyen hangulatúvá, ami teljesen szembe megy azzal, amit Balatonszemes például az elmúlt évtizedekben vonzó volt a régebb óta itt helyi lakosoknak, illetve az itt nyaraló tulajdonosok számára. Az önkormányzat tud tenni bármit, mert hogyha jól értem azon túl, hogy volt egy aláírásgyűjtés, ami nem vezetett sehova, te írsz róla egy cikket a 444-nek, mi beszélgetünk róla itt a Spiriten, ezen túl nem nagyon lehet ezt megakadályozni, vagy nem történik semmi. Hát tudhatna tenni, tehát itt arról van szó, ugye egyrészt, hogy maga a terület is régen önkormányzati volt, amit államosítottak, tehát ott is mondjuk az önkormányzatok akkor épp ez olyan sok, nem nagyon tudták volna ezt megakadályozni, de amikor volt az árverés, akkor hogyha lett volna pénze az önkormányzatnak, akkor neki volt elővásárlási joga, de ugye egy ilyen mondjuk fideszes vezetésű a falu, de nem volt ugye 1 milliárd forintja, hogy akkor ne ez a nagy beruházó vegye meg, hanem ő. De ilyenkor mindig folyamatos egyeztetés van az önkormányzat, a képviselőtestület és a beruházó között, olyan kérdésekről, ugye, hogy ilyen beépíthetőségi besorolás, hogy most akkor hány emeletet lehet építeni, mekkora lehet a beépíthetőség nézetméter, akkor a vízpart megközelítése pontosan hogy legyen. Tehát itt azért az önkormányzat folyamatosan tudna olyan feltételeket támasztani, ami elriasztja úgymond az ilyen beruházókat, de vagy mindig megtörténik azért az a megegyezés, hogy nyugodtan igazából mehet a beruházás. Tehát ez hozzá, tehát tudok, vannak olyan balatoni települések, ahol hoznak ilyen helyi rendeleteket, amely kizárja az ilyen, van egy építési arculata a falunak, és kizárja, hogy ilyen épületek megjelenjenek a faluban. Tehát ez mind falutól változik. Vég Márton, a 444.hu újságírója. Köszönöm szépen. Szép napot neked. Köszönöm én is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
A magyarországi cégek 91%-ánál történt béremelés idén január és augusztus között, állapította meg az Edenred Magyarország szeptember elején végzett felmérésében. Milyen formában történtek meg a béremelések? Mi várható a jövőben? Az Edenred Magyarország marketing vezetőjével beszélgetünk. Morvai Katalina, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Pontosan hány céget vizsgáltak, és mi derült ki egyébként? Ez az béremelés, ez juttatásokban, vagy forintosítva került a dolgozókhoz? Ez egy online kutatás volt, önkitöltős, 127 cég válaszát tudtuk kielemezni. Ezek között voltak kisebb cégek, nagyobb cégek, vidékiek, budapestiek, zömmel fehér galléros, tehát úgy nagyjából mindenki képviseltette magát, de azért reprezentatívnak nem mondható. Elsősorban az látszik, hogy emeltek béreket is, emeltek juttatásokat is, azért a bért emelők száma jóval magasabb, mint a beharangozóba is megemlítettétek, 91% emelt bért a kutatás alapján, a juttatásokat évközben 34% emelt körülbelül. Valamilyen szinten, ahogy így foglalkoztatási adatokkal szoktunk foglalkozni, ez egyértelmű, hogy rá is vannak kényszerülve arra a cégek, hogy valamilyen szinten lekövessék legalább az inflációt. Arra vonatkozóan volt-e bármilyen kérdés, hogy egyébként mondjuk milyen mértékű béremelések voltak általában, és érzik-e az emberek, a dolgozók, vagy igazából ezt elvitte az infláció? Na hát pontosan ezért csináltuk ezt a kutatást, ez idén már a második alkalom, megcsináltuk ezt május végén, és megcsináltuk most szeptemberben, mert látjuk, hogy itt azért jelentős gazdasági változások vannak, amiknek nagy hatása van a dolgozókra. És hogy a konkrét kérdésre válaszoljak, azt láttuk, hogy a béremelés mértéke az elég széles skálán mozog. Azért a nagy zöm 67% az ilyen 5-10% közötti emelést adott, de azért elég jelentős azoknak a százaléka is, 15% felett van, akik mondjuk, vagy 14% felett van, akik 15%-nál is több béremelést adtak. Tehát adnak bőven. Ami még nagyon beszédes, hogy a válaszadóknak a közel egy negyede több alkalommal is hozzányúlt a bérekhez. Tehát ez egy rendkívül év, mert ez egyáltalán nem jellemző, hogy egy éven belül kétszer, sőt, akár többször is hozzányúljanak a bérekhez. Úgyhogy ez azért jelentősen elmond valamit. Megkérdeztük azt is, hogy mi ennek az oka, és hogy mennyire gondolják azt, hogy ez a bér, amit emeltek, ez kompenzálja az inflációt, és hát azért nem meglepő. Tehát a vállalatoknak 90% egyetért az abban, hogy csökkent a reáljövedelem, annak ellenére, hogy emeltek bért. Így. Várható egyébként még béremelés, és egyébként milyen formában valósult ez meg? Hogy milyen formában valósult meg, az ott elég széles a skála. Tehát nagyon sokan simán emelték a béreket. Amit most látunk, így főleg a nyár második felétől, ez nem feltétlenül a kutatásból derült ki, hogy azért nagyon sokan nyúlnak egyszeri, vagy akár egy ilyen meghatározott időszakra vonatkozó bérkompenzációban. Mondjuk tegyük fel, egy nagy cég egy adott hónapban azt mondja, hogy gazdasági nehézségek hatására adok 200 000 forint juttatást. Ez vagy kifizeti bérben, vagy kifizeti valamilyen kedvezőbb adózású juttatásban, mind a kettőre vannak példák. Vagy például olyan azt csinálják, hogy a következő hónapokban havi X összeget adnak. Ami még jelentős, hogy nem feltétlenül egységesen adnak ilyen bérkompenzációt a dolgozóknak, hanem most igazán megpróbálnak jövedelmi helyzet alapján nyújtani valamilyen extra segítséget. Morvai Katalin, köszönöm szépen! Köszönöm! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
A magas látogatószám és a tevékenységek sokfélesége miatt aggódik a Margit-sziget kapcsán a főpolgármesteri hivatal. Így felmérést kezdeményeznek. Hogy miért van erre szükség? Mitől tartanak? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Kerper Flónius Gábor főpolgármester helyettessel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Ha megengedi, induljunk azzal, hogy úgy láttam, hogy járnak a kukásautók, akkor minden rendben? Igen, minden rendben van. Jó. Mire kíváncsiak a Margit-szigeti felmérésnél? A Margit-sziget ugye az egyik legkedveltebb helye a fővárosiaknak, elsősorban a környékben lakóknak, de nagyon messziről is érkeznek oda emberek, és ezért nagyon fontos, hogy milyen szolgáltatásokat tud nyújtani a Margit-sziget, és hogy nem válik-e túlhasználtá. Ugye azt is érezzük, hogy nagyon sokan mennek oda, azt is érezzük, hogy nagyon sokfajta funkció van, és hogy ehhez, hogy igazából azt a célt elérje a Margit-sziget, ami mindig is a legkedveltebb célja volt, hogy egyfajta pihenősziget legyen, talán meg kell akadályozni ezt a túlhasználtságot, de mielőtt ehhez hozzányúlnánk, szeretnénk kikérni a Margit-szigetet gyakran használók véleményét arról, hogy ők milyennek szeretnék látni a Margit-szigetet. Mit jelent a túlhasználtság? Mi az a pont, amikor mondjuk túlhasználtságról van szó? Kérdezem ezt gyakorló anyukaként, aki egyébként sűrűn szaladok ki, mondjuk délelőtt, hogyha éppen tehetem a 2 éves fiammal a Margit-szigetre, és én ott hétköznap délelőtt ugye ezt nem tapasztalom nyilván, amikor sétálunk. Hétköznap délelőtt nem, amikor játszóterekre mennek, vagy a vadasparknál sétálnak, akkor ezt nem tapasztalják mondjuk hétköznap délelőtt, viszont mondjuk szombat, vasárnap délelőtt, délután azért azt lehet látni, amikor az ember oda se fér az állatok közelébe, nem biztos az ember abban, hogy biztonságban tud lenni, mert száguldoznak a bringóhintósok, elektromos autósok, a futók és a andalgók nem feltétlenül férnek jól meg egymás mellett, úgyhogy azt gondoljuk, hogy valamilyen módon segítenünk kell az embereket abban, hogy a Margit-sziget közterületeit jobban tudják használni és biztonságosabban. Na hogyan, mi következhet ebből a felmérésből? Nem mehetek ki futni, vagy csak nem tudom, 1000 ember mehet ki egyszerre a Margit-szigetre, vagy nem lesz bringóhintó? Pontosan ezt szeretnénk megkérdezni a városlakóktól. Elsősorban szerintem nem arról van szó, hogy valami legyen vagy ne legyen, hanem az a kérdés, hogy mennyi legyen, milyen jellegű árusításokat akarnak, akarják-e, hogy legyen kötelező, hogy valami fajta egészségesebb ételkínálat legyen a büféseknél, legyenek-e mozgóárusok, vagy csak fix büfések legyenek, arra kíváncsiak az emberek, hogy milyen szolgáltatást adnak a büfék, vagy szeretnék, hogyha valami fajta szabványos megjelenés lenne, milyen közlekedési eszközök adott esetben milyen számmal lehessenek a Margit-szigeten, és ezt próbálja ez a kérdőíves felmérés megtudakolni azoktól az emberektől, akik egyrészt gyakran használják a Margit-szigetet, másrészt pedig azoktól, akik ritkábban. És ezért is van az, hogy helyszínen is csinálunk kérdőívezést, illetve online is lehetőség van ennek a kitöltésére. Mikor lesz ennek eredménye? Az év végére feltétlenül lesz eredménye, és ez azt el kell mondanom, hogy ez egy olyan felmérés, ami úgy általában illeszkedik abba a felmérés sorozatba, amit a főbb fővárosi parkokkal kapcsolatban csinálunk, de itt most nem arról van szó, mint a Népligetnél, ahol egyrészt alul használatot látunk, és szeretnénk egy kicsit bővíteni a funkcionalitását, hogy több ember csábítsunk oda, és nem a park átépítéséről szól, mert a Margit-szigetnek a parkért való rehabilitációja 2017-ben megtörtént, sokkal inkább a használatnak a módjairól. És azt szeretném még elmondani, hogy a kérdőív kitöltésére péntek, szombat, vasárnap reggel 9 és 11, illetve délelőtt 3 és 5 óra között van lehetőség,
az Árpád híd és a Margit hídi bejáratoknál, illetve a fővárosi intézményeknél, mint a Margit szigeti atlétikai centrumnál, a Palatinusnál, a Hajós Alfrédusszonánál, illetve a Vadaspartnál. Végszóra kérem, hogy reagáljon arra, hogy az adásban beszélgettünk Wintermantel Zsolttal, aki nagyon örült annak, hogy megoldódott a kukás autók kérdése, és amikor azt kérdeztem tőle, hogy egyébként mondjuk szerinte akkor hol lehetne spórolni a fővárosnak, hiszen minden önkormányzat nagyon nehéz helyzetbe került a rezsijárak miatt, akkor azért annyit sikerült belőle kiszednem, hogy például szerinte is jó ötlet lehet egyébként mondjuk a díszkivilágításnak az elhalasztása a karácsonyi, amelyet Karácsony Gergely most éppen a Facebook oldalán így körülbelül közvéleménykutat, hogy mit szólnának hozzá az emberek, és az volt a másik javaslata, hogy például van egy budapesti születésnap terv, és ezen szerinte lehetne spórolni. Mit gondol erről? Én a díszkivilágítás csökkentésével messze menően egyetértek, és biztos vagyok abban is, hogy amikor, tehát hozzátartozik az ünnepünkhez a karácsonyi kivilágítás, de mégis, amikor a legnagyobb energiaválságot éljük meg, és amikor emberek tömegesen kerülnek szembe azzal, hogy hogy fogják kifizetni a rezsiszámláikat, illetve hogy a munkaadóik nem mennek egy csődbe, akkor nem biztos, hogy a fővárosnak erre van elsősorban szüksége. Mi volt a kérdés a második? A születésnap, hogy van egy budapesti születésnap, igen. És ezen bizony, itt ez nagyon nagy költség, úgyhogy ezen szerint lehetne spórolni. Én viszont azt gondolom, hogy a Budapest 150 az egy olyan születésnap Budapest életében, ez az egyesítés 150. évfordulója, amire méltóképpen meg kell emlékezni, és itt nem fölösleges dolgokról van szó, hanem egyrészt nagyon szükséges fejlesztésekről, másrészt pedig arról, hogy visszaemlékezzünk Budapest történetének a 150 évére. Például megmutassuk azt, hogy a főváros milyen színes volt. Hányféle nemzetiség élt itt együtt békében, hozzáadva a saját kultúráját, milyen kulturális, történelmi események formálták a fővárost. Itt nagyon sok érdekes kiállítás, új könyv megjelenése, akciók lesznek, olyan programok, amelyek a fővárosnak a közösségét erősítik, és azt gondolom, hogy éppen egy válság időszakban nagyon nagy szükség van olyan eseményekre, olyan rendezvényekre és olyan programokra, amelyek a fővárost, mint közösséget, mint szolidaritás közösséget tudják megerősíteni. És azért őszintén remélem, hogy mire Budapest 150 éves lesz jövő novemberben, addigra azért a válságon is túl lesz. Legyen így, arra azért még egy mondatot mondjon nekem, hogy ha és amennyiben mondjuk azt szavazzák meg a fővárosiak, így a poszt alatt, hogy de már pedig legyen légy szíves diszkivilágítás, akkor lesz? Akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy legyen-e. Én egyelőre azt látom a szavazati arányok alakulásán, hogy túlnyomó többségben vannak azok, akik most ezt elhagynák. Kerpe Fronius Gábor főpolgármester helyettes, köszönöm szépen. Szép napot. Én is köszönöm. Önnek is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A korrupció ellenes munkacsoport működésében a magyar kormány számít a civil szervezetek részvételére és együttműködésére. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kormány által eddig benyújtott törvényjavaslatok véleményezésére nem volt lehetőségünk, mert a kormány nem gondoskodott azok előzetes szakmai és társadalmi egyeztetéséről. Olvasható a Transparency International állásfoglalásában. Milyen feltételek mentén csatlakozna a szervezet a munkacsoporthoz? Martin József Pétert, a Transparency International ügyvezető igazgatóját kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, melyek lennének ezek a feltételek? Összesen 5 feltételt fogalmaztunk meg. Talán a leglényegesebb az az, hogy a munkacsoport ügyrendjének nyilvánosnak kell lennie, tehát ne a kormány, vagy pontosabban az állami hatóságok határozzák azt meg, hogy mikor lehet összehívni és milyen ügyben ezt a munkacsoportot. És az is egy ilyen feltételünk volt, hogy bizonyos
meghatározott számú civil tag kezdeményezés esetén köteles legyen az integritás elnöke, amelyik a törvény szerint majd elnökli ezt a munkacsoportot, összehívni a munkacsoport ülését. És akkor a többi feltételt azt összevonom, annak a lényege az az, hogyha bármilyen rosszabbodást látunk akár a korrupciós helyzettel kapcsolatban, akár pedig azzal kapcsolatban, hogy a munkacsoport nem a törvénynek megfelelően működik, és nem tölti be a küldetését, akkor kilépünk ebből a munkacsoportból. Miért fontos mondjuk a kormánynak, vagy miért lehetne fontos, hogy a Transparency International benne legyen ebben a munkacsoportban? A Transparency International a világ legnagyobb korrupció ellenes szervezete, tehát azt gondolom, hogy a korrupcióról beszélni úgy közpolitikai szinten, hogy a Transparency International nincs benne, vagy legalábbis kizárni a Transparency International-t, az azt gondolom, hogy hát semmiképpen nem lenne ildomos, és hát az gondolom, hogy a Transparency International-nek, mint egyébként van egy-két más korrupció elleni civil szervezet is Magyarországon, őnekik is hát szól majd ez a felhívás a kormány részéről. De gyorsan hozzátenném azt, hogy ez az egész kérdés az nem a Transparency International Magyarországról szól csak, és még csak nem is erről a pár korrupció elleni civil szervezetről, hanem a tág értelembe vett kormánykritikus és független civil szektorról, ugyanis a munkacsoportban 10 nem kormányzati és nem az állam által pénzelt szervezetnek kell benne lennie. Ez a 10, ez csak úgy fog tudni kijönni, hogy gyakorlatilag az összes olyan civil szervezet véleményem szerint benne lesz, amely az elmúlt időszakban kormánykritikus állításokat tett. Ha nem így lesz, és ugye az elmúlt 12 év azért, hogy mondjam, sok bizakodásra nem ad okot, tehát ha nem így lesz, és megpróbálják föltölteni mondjuk álcivilekkel, olyanokkal, akiket kitömtek közpénzzel az elmúlt időszakban, akkor természetesen a Transparency International Magyarország már a nulladik pillanatban megtagadja a részvételt. De jól érzem, hogy azért ez valamilyen szinten reménykeltő így önöknek például, hogy felállhat újra egy olyan munkacsoport, amelynek a munkájának még értelme is lehet? Hát nézze, igen, tehát a rövid válasz az, hogy valami reménysugár most azért mégiscsak van, de biztos, hogy tágabb kontextusban kell ezt a kérdést nézni, és nem lehet a munkacsoport kérdését elvonatkoztatni mondjuk az integritáshatóság kérdéséről, ráadásul ugye egy törvényben is szerepel a kettő, illetve attól azoktól az intézkedésektől, amelyeket a magyar kormány most a törvények formájában meghozott. Persze azért hozta meg, mert az Európai Unió nyomást gyakorolt rá, mert különben ugye nem jönnek majd a pénzek. Én összességében azt gondolom, hogy itt van némi kis reménysugár, nem dimenzionálnám ezt túl, és pláne nem lennék azért túl optimista, mert nincs okunk arra az elmúlt 12 év után, hogy optimisták legyünk, de azt lehet mondani, hogy valami azért elindult, a helyzet megváltozott, tehát nem a kormány változott meg, hanem a helyzet. A helyzet abban annyiban változott meg, hogy 10 év semmitevés után az Európai Unió rájött arra, hogy bizony szankcionálni kell azt, hogyha egy ország rendszer szintű korrupciót épít ki, illetve megsérti szisztematikusan a jogállamiság normáit. Mi folyamatosan ebbe az irányba nyomtuk az Európai Uniót és az Európai Bizottságot, hogy vegye észre, hogy itt valamit tenni kell. Most végre észrevette, akkor most nem venné ki jól magát, hogyha mondjuk a Transparency International Magyarország vagy más korrupció elleni civil szervezet nem venne részt ebbe a munkába, legalábbis az elején. Természetesen, hogyha pár nem tudom, hét múlva, vagy pár hónap múlva kiderül, hogy az egész egy szemfényvesztés, és tulajdonképpen semmi másról nincs szó, mint arról, hogy a neres korrupciót elleplezzék, akkor természetesen ismét mi leszünk a leghangosabbak, és tiltakozni fogunk ezek ellen, dolgok ellen, és természetesen azonnal kilépünk a munkacsoportból, és megszakítunk mindenféle együttműködést. Röviden végszóra, mikor derülhet ez ki, hogy most akkor tudnak-e csatlakozni, vagy sem?
Mikor állhat fel? Elvileg december 1-ig fel kell állni a munkacsoportnak, tehát én azt gondolom, hogy december 1-ig ki kell annak derülnie, hogy ezek a feltételek, amiket mi szabtunk, ezek teljesülnek-e, vagy csak ha teljesülnek, akkor december 1-én ott leszünk az első munkacsoportülésen, ha nem, akkor nem leszünk ott. Martin József Péter, a Transparency International ügyvezető igazgatója. Köszönöm, szép napot! Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. A szerkesztő Somodi Solymos Eszterrel, akit itt is köszöntök. Sziasztok, jó reggelt, bizony. Fú, annyi hír van. Annyi? Elképesztő. Tényleg? Elképesztő. Figyelj, mi is gyártottunk egy párat ma reggel szerintem. Hát, nagyon örülünk neki. Tehát például szinte biztos, hogy nem lesz díszkivilágítás karácsonykor a fővárosban, én mondjuk zokogok, közben itt a Transparency International is nagyon bizakodó a jövővel kapcsolatban, és akkor ez csak az elmúlt utolsó két beszélgetés. Így van. Hát képzeld el, hogy én pedig azzal érkeztem neked, hogy a telex.hu-nak a friss hírei között lehetett olvasni, hogy heten haltak meg a zaporizsiai városát ért csütörtöki rakétacsapásokban. A reggel folyamán a várost ért orosz rakétacsapások halálos áldozatainak száma 7-re emelkedett. Saját magukat lövik az oroszok? Hát hiszen pont arról beszéltünk az adás elején. Ukrán vezetője nyilatkozta ezt, és már legalább 5 embert eltűntként tartanak számon. Hát ez jó kérdés. Ura, nem ezt baj. Majd értelmezitek akkor. Itt a kereszt promóm, hogy majd este a Tarjányi Péterre kibeszéljük majd az ostromban. Nekem fél szemmel ennyit sikerült kibogeráztom. Halálhírt olvasni mindig rossz és nehéz. De akkor menjünk is tovább. Képzeld el, ugye nagyon sokat foglalkoztunk azzal az elmúlt hetekben is, hogy vajon a péksütemények árának változása milyen hatással lesz a vásárlási kedvre, és a liner.hu lehozta, hogy továbbra is viszik a péksüteményeket, mint a cukrot, ami a kasszának is jót tesz, hiszen a Fornetti anyavállalata 18%-kal növelte az árbevételét egy év alatt. Tehát nem mindenkinek olyan nehéz ez az ínséges időszak. De hát akkor nézzünk tovább, hogy a kormány új bevándorlási programja az oroszokat is vonza a napi.hu-n, de egyelőre nem kapkodnak a Magyarország által új bevándorlási módként bevezetett fehér kártya iránt. Szeptember 30-ig összesen 287 ilyen kártyát adtak ki, de képzeld el, hogy a kérelmező 26 ország állampolgárai közül legnagyobb számban a kérelmet benyújtók amerikai, brit, török, orosz és ukrán állampolgárok voltak. Nos, de hát akkor menjünk azzal tovább, hogy nem tudom neked Sopron mennyire van a szívedben, de nagyon sok ismerősöm van, aki azt mondja, hogy milyen gyönyörű, és annyi sok-sok régi emlék köti a városhoz. Viszont valami megváltozik. Az Index.hu-n olvashattuk, hogy november 1-én 39 év működés után bezárja kapuit a Soproni Hotel Lővér. Az indoklás szerint a szálloda vezetésétől független külső körülmények miatt. Természetesen az eddigi befizetéseket... Én ott nem voltam, de azt mondják, hogy az egy nagyon jó szálloda volt. Így van, azért mondom, hogy ez egy annyira ikonikus soproni, úgymond, nem is tudom, emléke az embereknek, akik ott voltak. Szólok egyébként, hogy a Miskolctapolcai barlangfürdő is bezár, hogyha valakinek elkerülte esetleg a figyelmét. Ami azért szintén igen fájó, mert ez is egy ikonikus darab, és itt 110 ember kerül utcára. És ha már a nehézségekről beszélünk, képzeld, arra is felhívják a figyelmet, a Femina.hu-n is van egy olyan cikk, hogy sajnos vannak olyan fűtési módszerek, amelyek veszélyesek lehetnek, és komoly bírság is járhat értük. Az internet elszaporodtak azok a hirdetések, amelyek arról szólnak, hogy tüzelésre elvihető ablakkereteket, bútorokat, kanapéket, vagy egyéb hulladékokat adnának el. Hát már évek óta ugye mondják, hogy nem akármit lehet csak úgy bedobálni, hiszen ehhez kapcsolódóan azért van egy törvény is, hogy a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésbe történő égetésére jogszabályilag tilos akármit betenni, és kizárólag a hivatalos tüzelőanyagkereskedésekbe vásárolható tüzelőanyagokat, valamint saját háztartásban keletkezett kezeletlen faanyagot és papírt lehet elégetni. Aki ezt nem tartja be, az 300 000 forint pénzbírságban is részesülhet. Ezt mindenit. Mert ha az is 200 000-re, akkor... aki egyébként nem tölti ki a népszámlálási izét. Így van, így van. Hát akkor viszont egy kicsit még kacsincsunk ki. Na, nagyon kicsit.
kicsit. Külföldre képzett helyrehozhatatlan károk keletkeztek a húsvétszigeti moai szobrok egy részében, amikor a héten több mint 100 hektáron erdőtűz pusztított a szigeten. Ugye ott van több mint 1000 óriási kőszobor, ami a tengert nézi, a 13. századba kezdték el kifaragni, és arról több elmélet kering, hogy mi lehetett az őslakosok célja velük, minden esetre turisztikai látványosság is, és a tűz 3 hónappal azután ütött ki, hogy a szigetet 2 év Covid miatti lezárás után végre újra kinyitották. Hát van ez így. Van ez így. No, Eszter, köszönöm szépen. További híreket böngészél nekem, légy szíves. Az Editor című műsorban ez a másik kereszt promó, de ügyesen csinálom, ugye? Így 2 órakor lesz a promóval ellentétben, és te leszel az egyik beszélgető partnerem ebben, úgyhogy, és egyébként Bihari Ádám újságírót várjuk ide a stúdióba, aki végigkövette az elmúlt napok eseményeit, a tüntetéseket, a kukásautóknak, a kukásautósoknak a sztrájkját, stb. Úgyhogy izgalmas lesz vele is beszélgetni. Szóval ma én még sokszor várom Önöket, remélem tudnak velünk tartani. Legyen nagyon-nagyon szép hétvégéjük. Én köszönöm a mai adást a szerkesztő Somodi Solymos Eszternek és Bornemissza Lőrincnek, és akkor hétfőn lesz újra aktuál Lampi Ágnessel. Szép napot!